Közel 90 speciális nevelési igényű, tanulásában akadályozott diák vett részt a Fogyatékosok Országos Diák, Verseny és Szabadidősport Szövetségének Tatán szervezett asztali tenisz diákolimpia és tehetségkutató verseny országos döntőjén. Az ország minden részéből érkező fiatalok évről évre egyre színvonalasabb meccseken mérkőznek meg egymással. Tavalyhoz képest is már sok fejlődés volt, hogy a szövetségünk is változtatott, még fölvállalt egy púpot a hátára versenysport szervezését, annak is az utánpótlásport részét, és a e területen dolgozó kollégák, akik veszik maguknak a fáradtságot és élnek a lehetőséggel, és külön edzéseket tartanak a gyerekeknek, ez most már a Diák Olimpia országos döntőn is megmutatkozik. Lehet, hogy meglepetés, de talán a labdarúgás után a legnépszerűbb sportág. Ugye itt akár egy asztalon is lehet egy iskola zsibongójába játszani, magam is úgy tanultam meg pingpongozni annak idején, de mint mondtam, azért sikerült a néhány köznevelési intézményhez a Sport legyen a tiéd program keretében az Asztali Tenisz Szövetséggel karöltve asztalokat biztosítani, és elég sokat játsszák ezt a játékot. Éppen az a problémánk, hogy olyan sokan kívánnak sportolni, vagy szeretnének sportolni, hogy a megfelelő feltételeket tudjuk nekik biztosítani. Ugye a köznevelési intézménybe járó gyerekek, akkor vannak gyermekotthonban élő gyerekek, itt azért tudjuk azt, hogy a szülői háttér nem mindig a legmegfelelőbb, és ezért nagyon szélesre próbáljuk nyitni a palettát, hogy minél többen sportoljanak. A fiataloknak fizikailag alkalmassá kell válniuk arra, hogy az életüket és majd a továbbtanulás során a továbbtanulást és mellett a munkát el tudják végezni, és azt gondolom, hogy erre kiváló alkalma a sport, és szeretnek sportolni. Ezt határozottan állíthatom hosszú évek tapasztalata alapján. Nekünk van egy verseny- és sportolói adatbázisunk, amire nagyon büszkék vagyunk, és itt nagyon pontos számokkal és igaz számokkal tudunk dolgozni. Ezen keresztül bonyolítjuk a versenyeinket, az iskolák felregisztrálhatják az ő saját versenyeink és sportolóiak. Mi jelen pillanatban ezek az adatok mintegy durván 15 ezer diák sportolót mutatnak. Ez nem egy őrületesen nagy szám, ha az épek sportját vagy a többségi iskolák sportját veszik, de azt veszik, hogy 40 ezer speciális nevelési igényű diák tanul a köznevelési rendszerbe, akkor ez a szám már nem olyan rossz. Lehetne jobb, de már nem olyan rossz.